A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban visszatekintünk a nemrégiben lezajlott agrárkamarai választásokra, illetve természetesen témánk lesz az aratás. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős régi új alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntök minden kedves nézőt. Gratulálunk. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, én azt gondolom, az egész agrárgazdaság, illetve az ön életében is, hiszen megerősítés nyert, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara olyan munkát végez, hogy továbbra is számítanak a gazdák arra a munkára, és hát nyilván a fogyasztók nem különben, amit önök irányításával az agrárgazdák végeznek. Milyen volt ez a választás? A választás minden eddiginél több résztvevővel történt, tehát ha csak úgy nagyjából számokat mondok, amikor megalakult az Agrárgazdasági Kamara, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, akkor a jelenlegi választóknak csupán töredéke, negyede ment el nagyjából, a ezt követő választásokon fele, és hát most majd 80 ezer ember járult az urnák elé a szavazáskor úgy, hogy nyilvánvaló nem indult a Magoszon kívül más ilyen nagy érdekvédelmi képviselet, és ez egy elég erős felhatalmazás európai viszonylatban különösen, mert még jóval kevesebben szoktak kamarai választásokra elmenni, hogy folytassuk a gazdák érdekébe és a gazdák javára azt a munkát, hát amire bizonyos értelemben elköteleződtünk évekkel ezelőtt, és hát elköteleződünk a következő évekre is, pedig ahogy látjuk, nagyon-nagyon megváltozott közgazdasági és különösen természeti viszonyok között kell ezt az érdekképviseletet és a gazdákat szolgálni. A híradásokból kitűnik, hogy, illetve hát olvashattuk, aki figyel erre, hogy jóval több feladatuk lesz a közeljövőben. Ez nyilván okozhatja a klímaváltozástól kezdve egy csomó minden, de melyek a talpontjai ennek a megnövekedő feladatmennyiségnek? Hát mindenképpen, ha itt az elmúlt éveket figyelembe véve néhány év áttekintésekor, vagy így nyári időszakban használtam azt a szót, hogy kacifántos időszakot éltünk vagy élünk, hát akkor ez többszörösen igaz a mostanira. Együttesen van az input nyomástól kezdve a háború okozta infláció, és hát természetesen ez a borzasztó aszály, amelyik nagy valószínűség szerint még a évszázad elején vagyunk, de ez bizony könnyen megesik, hogy a évszázad egyik legnagyobb aszálya lesz. Gyakorlatilag ketté szakadt az ország. Ez azt jelenti, hogy a nyugati ország részekben most már 300 milli körül van az éves csapadékmennyiség. A Dunán innen, tehát magyarán a Dunán túl, köztük akár Fejér megye, Mezőség, ott 204-203, és hát ugye hektikus ez, de e körül mozog a csapadék mennyisége, tehát egy százassal nagyjából kevesebb, mint a nyugati ország részbe. És innentől kezdve hát különféle foltokba, régiókba, Békést, Jász-Nagykun-Szolnok megyét, de északi megyéket is értve alatta, és nem most nem akarok mindenkit felsorolni, bizony vannak területek, ahol bőven 100 mm alatti éves csapadék mennyiség hullott le, tehát 70-80, és ez óriási tragédia. Tehát ez megmutatkozik a termés átlagokba is. A víz teljesen, tehát abszolút értelemben limitáló hatású, tehát a
csapadék, vagy a víz megléte, vagy nem megléte hozza a termésátlagukat, vagy viszi el. Tehát ez nagyon lényeges alappont ilyen szempontból az öntözés. Tehát, hogy a kérdést ne kerüljen meg, és ne kalandozzak el másfelé. Az öntözésnek nem hogy folytatása, hanem kialakítása. Először is, ugye ez a, sokszor beszéltünk róla, hogy a több mint 48 ezer folyamkilométer a nagyfolyók kivételével nek a feltöltése. Tehát olyan zárógátaknak a megépítése, vagy felújítása, amivel ez egy tározó rendszer is egybe. Tehát, hogyha a csatornák fel vannak töltve vízzel, akkor a körülötte levő szivárgó víz közel 1 millió hektárt lát el vízzel. Ez kimondottan nagy terület, és ez nem öntözés, hanem nyilvánvaló a víz állapotának és az elszivárgásából adódó eredmény. És bizony nem kerülhetjük el, hogy tározó tavakat, tározó létesítményeket, a meglévő esőtározókat felújítva és újból üzembe állítva kell tározó kapacitást létesíteni, hiszen még mindig több mint 6 köbkilométerrel több víz folyik el az országból, mint amennyi bejön az országba, ez 3 balatonnyi vízmennyiség. Tehát ha belegondolunk, ez óriási, és ennek csak a töredéke, de hát Magyarországon 2% az öntözött területeknek a nagysága az Európai Unióba 10 körül mozog, 10% körül. Addig Spanyolországban majdnem 20. De hát van hova fejlődnünk, és bizony, ha megnézzük akár nyírségbe is azt a kukoricát, amelyiket öntöztek, az bőven ember feletti magassággal bír, és amelyiket pedig ott mellette nem tudták öntözni, az pedig éppen veri az ember térdét, vagy éppen, hogy elhaladja. Tehát a víz limitáló tényező lett szerintem szerte a világba, és amíg mi Magyarországon rendelkezünk azzal a különleges természeti adottsággal, hogy a egy emberre, tehát lakosra jutó folyóvíz mennyiségben a világ elsők vagyunk, addig ezt nem szabad nem kihasználni, hiszen egyszer a környező országok is az idejövő vizeket elkezdik megfogni, nyilván marad is nem erről van szó, tehát nem fognak kiszáradni ezek a nagy folyók, de bizony fel kell készülnünk ezekre a nagyon-nagyon változatos víz nélküli időszakokra. Erre utalt egyébként Nagy István agrárminiszter is, hogy megszülettek a tervek erre vonatkozóan, érdeklődéssel várjuk, mert itt tényleg krízishelyzet van, mondhatjuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a tervek, amik valóban megszülettek, amik valóban ott vannak az illetékes fejlesztési és agrárminisztériumoknak az asztalán, ezekre forrásokat lehessen találni, ebbe hát nem egészen partner az Európai Unió, mert ő az öntözésről így hallani sem akar, bár ez megint egy ilyen álságos dolog, hiszen Európában számtalan helyen öntöznek, de nem kívánja finanszírozni az öntözési beruházásokat, ezért valamiféle olyan megnevezést kell megfogalmazni, ami környezetvédelmi célokkal együtt biztosítja a vízellátást. Tehát itt jelzem is a gazdák felé, hogy így konkrétan az öntözést azt kezdjük el kivenni a szóhasználatból, hanem a víz talajba való tározásától kezdve vízmegőrzéses technológiáig sok mindenről beszélhetünk, mert közvetlenül az öntözést több oknál fogva, most én ezeket nem részletezném, a Unió majd hogy nem tiltó listára tette. No, hát bizakodóak vagyunk, hogy mielőbb megkezdődhet a munka. Ennek tükrében azonban kell, hogy szó essék az aratásról. Megkezdődött az aratás, az árpa aratása befejeződött, végül is őszi búza és a repce teljes vetés területének mintegy harmadát takarították be a gazdák. Kezdjük az árpával.
Egyetlen mondatot még, ugye, mert alappontokról beszéltünk, a digitalizáció nagyon fontos a jövő mezőgazdasága vonatkozásában és az állattenyésztés helyzetbe hozása, hiszen a input nyomások őket nagyon erőteljesen érintik. Nem akarok most végigmenni, de a összességében egy mondattal zárnám be ezt az előző gondolatot. A gazdák jövedelem képességeinek megőrzése és erősítése, és ebbe szinte minden benne van, aratás. Aratás hűen tükrözi ezt a csapadék mennyiséget, ezért ugye a nyugati ország részben normális, átlagos eredmények vannak. Fejér megye, azt kell mondanom, hogy ezzel a 200 millivel, ami kevés, de még kedvező helyzetben van, ezért a termés átlagokat, ha figyelembe vesszük, itt a búza is, a árpa is 6 tonna körül és fölött mozgott számtalan helyen, a búza is e fölötti mennyiségeket tud hozni, de országosan az átlagok sokkal-sokkal kedvezőtlenek. Igen, hát akkor menjünk egy kicsit keletre, mert nagyon is jól tudjuk, hogy az asszály, hiszen az asszály a keletet sokkal, de nagyon sokkal megviselte. Én azt gondolom, hogy ott tragikus a helyzet. Igen, az országos átlagokat, hogyha figyelembe vesszük, akkor a őszi árpa az 4,5 körül mozog országosan, most már lassan ugye mindenütt befejeződik, a tavaszi árpa 4,3 körül, a búza már csak 3,6 körül hoz országosan jelenleg, hát ugye még folyik az aratás, de bizony egyessel, kettessel kezdődő táblák is vannak számtalan helyen, és ez bizony azt jelenti, hogy a kombáj megy, de a magtartály nem igen telik. Árpánál a hektoliter súly az nagyon alacsony volt, tehát ez problémát okozott. Búzánál a minőség az magasan kiváló. Hát nyilvánvaló ebben az aszályos időszakban megtermelte búzának a fehérje, sikér és egyéb tartalma, hát magasan a étkezési minőség csúcsát jelentő szinten van. Hát ahol van, mert ezt kell mondani, hogy ahol van, mert nyilván itt is azért a megtöppet, megszólt szemek azért a rostán kiesnek, de ami megmarad, az nyilvánvaló nagyon is jó kenyérminőséget tud adni. Tehát 3,6 körül várható most a búza ilyen tekintetben, a tridikáli 3,4, a rost 3,2, gyakorlatilag a zab az 1,9, és ha már itt tartunk a nyári növényeknél, a repce is e körül mozog. Igen. Az a repce, amit tudjuk jól, hogy itt beszélgettünk róla, hogy 326-340 ezres elvetett számok is voltak, és tavaly már alig ért el a 200 ezret, tehát 197 ezer volt az elvetett repce hektárszáma, amiből még esett is ki, és most szerintem még többen fogják abba hagyni a repcetermesztést, nem csak amiatt, mert szinte lehetetlen megvédeni, vagy nagyon költséges megvédeni, ugye a szerkivonások miatt a repce ormányostól, és hát más repcekárosító rovaroktól ugye ezt a növényt, hanem azért is, mert bizony a termesztésnek a feltételei, a limitáló víz számtalan helyen kezd nem rendelkezésre. Ugye az árak az egekben vannak, mondják, a világpiacon is, tehát nem is az egekben, de magasak. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az input anyagok drágulása az szintén az egekben van, tehát a műtrágya, az olaj, a munkaerő, az energia jószerivel minden, tehát így azért korán sem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy első körben azt láthatjuk, hiszen azt tudjuk, hogy azért a búza ára jelentősen megnőtt, ennek ellenére viszont a gazdák aggódhatnak. Keleten mindenképpen. A repcé is megnőtt, és valóban ez fedezné, tehát a jövedelmi szintet biztosítaná az elmúlt évek szintjén, ha lenne termés átlag. Tehát egy átlagos terméssel nem lennének ilyen óriási gondok, mint ami jelenleg van, hiszen a szalma is kicsi, most nagyon
nehéz kimondani, de ugye az elmúlt időszak állatállomány csökkenése, itt a különféle állati vírusok, humán erőforrásoknak és ugyanúgy a input nyomásnak az okán csökkent, mert most ellátási gondokat is okozhatna a szalma hiány. Tehát az alomszalma hiánya, ahol ugye különféle ágazatokban tetemes mennyiségű alomszalmát használnak fel a hagyományos termesztési technológiák vonatkozásában, akár baromfi, akár pedig más állatok tekintetében, természetesen kivételezek a hígtrágyás technológiák, de hát pont az elmúlt évek voltak azon, amikor a természetszerű tartási módok előtérbe kerülésével próbálta több gazda is ezt kiszorítani és visszatérni az almozott tartási formákhoz. Tehát nagyon nehéz helyzet áll ilyen értelemben elő, és ha már egy gondolat van az állattenyésztőknél, bizony több állattenyésztő jelezte, és a kamara segíteni is fog ebbe a tekintetbe, hogy olyan aszály van nála, hogy nem tudja a takarmányt biztosítani. Tehát neki van állattartási kötelezettsége különféle pályázatok okán, és ezt átmenetileg valamilyen módon hát csökkenteni kell, vagy másfajta segítséget adni, kamat nélküli hitel, vagy más megoldások, bár ez is ütközik az Európai Unió különféle rendelkezéseivel, hogy hát ne éhezzenek az állatok. Igen, tehát el tudja látni, vagy pedig addig átmenetileg csökkenthesse ezt az állatlétszámot szankció nélkül. Tehát most ilyen értelemben a kamarának és azoknak a érdekvédelmi szervezetnek, a különféle terméktanácsoknak, elismerte terméktanácsoknak nagyon sok dolga lesz, és hát közösen oda kell állnunk sokszor a gazdák mellé, elé, hogy törjük az utat e tekintetbe, mert hát annál rosszabb nincs, amikor egy gazda nem rendelkezik elég takarmánnyal, és közben állattartási kötelezettség pedig ott terheli, és hát éppen hogy csak életbe tudja tartani a jószágait. Tehát ezek nagyon-nagyon átfogó és komoly kérdések, hiszen ahol 70-80 milli volt, ott nincs takarmány. Ott a siló is olyan mag nélküli lesz, hogy hát nyilvánvaló a beltartalmi értéke, csak paródiája lesz az előző évekéhez. Nyilván voltak máskor is aszályok, de egyszerre nem jött be egy közgazdasági problémakör, ilyen mértékű input áremelés, és nem volt ekkora háborús okozta infláció. Igen, Feldman Zsolt még július első hetében bejelentette, hogy a gazdálkodók akkor 322 000 hektár aszálykárt jelentettek be. Ő úgy fogalmazott, hogy további kárbejelentéseket prognosztizált, ő azt mondta, ugye november 30-áig ez megtehető, de ennél sokkal több lesz sajnos, leginkább az alföldi területeken. Több oknál fogva, mert a jelenleg ugye bizonyos aszály monitoring rendszerek az utolsó hónapokat veszik figyelembe, és a biztosítók is sajátos módon emellé csatlakoztak föl, ami nem mutatja az aszályos állapotot. Tehát nem lehet az utolsó 30-60 nap csapadék mennyiségéből megállapítani az aszályt. Amikor egy mezőségi területen is 250-300 milli hiányzik a talajból, mint vízkészlet, akkor az utolsó 60-30 napot a biztosító hát igencsak hát elítélhető módon használja arra, hogy kifizessen bizonyos károkat. Ebbe a kamara mindenképpen el fog járni, hogy a OMSZ-nak, tehát az Országos Meteorológiai Szolgálatnak van az aszály monitoringja. Na, a sokkal eredetibb, valósabb képet mutat erre, mint egy utolsó 30 vagy 60 nap. Az igazából nem mutatja a talaj aszályos állapotát, mert ha akkor volt eső, ne Isten, akkor egyből azt mondják, hogy hát ez akkor rendben, ez nem is aszályos. Tehát nem igaz. A biztosítóknak is át kell tekinteni a dolgaikat, és bizony, hogy a gazdákat megőrizzék jó értelembe, ezekbe helyt kell állniuk. No, megérkeztünk a kukoricához és a napraforgóhoz.
Hát ez leginkább őket érint, hiszen 300 ezer hektárnyi kukorica és 2000 hektárnyi napraforgó ment már most tönkre. Nekem a gazdák azt mondják, hogy ami nem, hiszen itt Fejér megyében is azért van bőségesen, hogy hát azzal is probléma van, nálunk nem ment még tönkre, viszont már pöndörödnek a levelek, és a napraforgó olajtartalma pedig a nullához közelít, kis túlzással természetesen. Mi a teendő? Hiszen azt hiszem a legfontosabb takarmánynövényünk a kukorica, az mindenképpen fontos. Napraforgóról nem is beszélve. Igen, hát én a napokban jártam Nyugat-Magyarországon is, és szemet gyönyörködtető látványokban volt részem, napraforgó, tányérnagyság, szemtelítettség és beágyazódás tekintetében is. És hát ezek a növények még Fejér megyébe is, kukorica is, és napraforgó is hasonlatosak az alföldi állapotot, tehát csak kicsit jobbak. Tehát nem tudom azt mondani, mint a búzánál, hogy hát nagyjából a csapadék mennyiség limitálta, és hát mi hozzuk az országos átlagot, ami fölött szoktunk lenni, nyugaton ugye az országos átlag fölött, és hát bőven alatta ugye a keleten. Itt bizony közelítünk ahhoz a gyenge eredményekhez, amik van a Krepcébe is. Nagyon-nagyon szép az, ahol 3 tonnányi repcét le tudnak aratni egy hektárról, és akkor az már jó értelmű dicsekvésre adhat okot, és kirívó példa ilyen tekintetben. Kukorica pedig még annyit fog kintölteni, hogy a legrosszabbaktól a közepesig össze lehet még hozni, de hát látjuk, hogy az elkövetkező hetekben is inkább az aszály fog tombolni a kánikula okán, nem pedig a csapadékos időjárás, és tudjuk jó, hogy a kukoricának egy-egy jó értelmű nyári zápor, egy-egy locsanás, ahogy gazdaként szoktuk ezt fogalmazni, nagyon nagyot jót tenne, és ugyanez vonatkozik a napraforgóra is. Nem a szemtelítettség még nagyon sokat tud javulni a napraforgó vonatkozásába, ha kap esőt, ha nem kap, akkor a üres kaszatok száma bizony sokkal erőteljesebben fog növekedni, mint a megtelt szemek. Tehát lesz dolgok bőven, mert ezt az esztendőt nagyon nehéz lesz megmenteni. Ugye ez mindenféle értelemben igaz. Azt hiszem, hogy ez az esztendő egy nagy-nagy próba lesz kormányzati szinten is, hiszen ugye a költséget tudjuk jó, hogy más értelemben különféle ársapkák és a energiáraknak a biztosítása, a rezsicsökkentéseknek valamilyen fenntartása okán nagyon nagy terhet jelent, tehát a büdzsé nem bővelkedik most kiadható pénzekbe, de a gazdák megmentése és életben tartása bizonyos területeken az mindenképpen fontos. Ez természetesen sajnos áldozatokat fog követelni gazda szinten is, mert ez az év, ez próbára tesz kormányzatot, érdekképviseletet, és hát különösen a dolgozó gazdát. Igen, hát nincs kétségem felőle, hogy nehéz lesz továbbra is, de azért bizakodjunk legalábbis, ugye az éghajlatváltozás az most nem fog megváltozni, tehát nem jön egyik pillanatról a másikra eső, bármennyire is imádkozunk érte, ugyanakkor az talán segít, amiről beszéltünk, hogy előbb-utóbb az öntözési rendszer megújul, és én azt hiszem, hogy ezt az időszakot pedig át kell vészelni, hát nincs más mód. Ehhez kívánok önnek, önöknek jó egészséget, és hát bizakodóak vagyunk, hogy azért nem megy kárba egy egész esztendő munkája. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, és szó szerint hát imádkozzunk az esőért. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke volt. Köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.